Nem tudok válaszolni a kérdésre. Nem is akarok. Színész, miért oda jött zenélni? De hiszen önök színészek. Miért gondolják, hogy tudnak zenélni? Hát igen, ez jó lesz így. De egy kicsit bővebben, ön például milyen hangszeren fog játszani? Én sok hangszeren. Például? Hát például már meglátják. Mondjam. Nem gondolom. De ez egy nagyon-nagyon egyszerű kérdés. Nem. De nem. Akkor csak annyi, hogy milyen hangszeren játszik. Hagyom. Igen, ez így van, de igazából én most már gyereket akarok. Ez egy zenés produkció, ön viszont színész. Tud zenélni egyáltalán? Lehetek egy pillanatra, kicsit felállam. Most miért nem válaszol? Ez csak egy nagyon egyszerű kérdés. Ebédszünetem van. De itt van a kezében egy hangszer, biztos meg tudja szólni. Köszönöm. Köszönöm. Nem tudok válaszolni erre a kérdésre. Nem is akarok. Nézd, hát én ugye színész vagyok, és hát szóval minden egyénnél a tehetség meghatározott számú kvantumok összessége, és hát igazából aztán az édes mindegy, hogy ezt mi betöltöd, úgyhogy persze, nem lesz gond. Mi volt a kérdés? Erre vágytam igazából. Tud zenélni? Most ez egy ilyen zenés produkció lesz. Milyen hangszeren játszik? Szinte mindegy hangszeren. Köszönöm szépen. Kérdést szeretnék az előadásra föltenni. Zenés színészként végeztem az egyetemen, és hát itt nyilván ezzel kezdtem így a pályafutást, megpróbáltam így a kettőt együtt. Hát, de ez csak színészként is, tehát prózai szerepekben is próbálkoztam, és ugye, és a, hát most meg így az elejével próbálkozunk, ugye. Ez engem nagyon megvisel lelkileg, ez az egész, mert nem tudom, mert nagyon szép lesz majd ez. Hát köszönjük a Csabinak ezt meg. Elkapom a rendezőről, elnézést kérek. Szeretném megkérdezni, hogy amikor kitalálta ezt a produkciót, akkor miért gondolta, hogy olyan színészek, akik nem tudnak zenélni, ezt egy hónap alatt elsajátítják? Nem értem a kérdést. Hát, hogy vannak bizonyos színészek, akik soha nem tanultak zenélni, és itt mégiscsak meg kell szólaltatni hangszereket. Nem értem. Problémát nem értem. De hát, hogy itt játszani kell komoly dolog. De nem tudom, hogy mi a probléma. Nem értem a problémát. Hát, hogy mégiscsak valahogy meg kell szólaltatni. Nem, azt nem értem, hogy miért kell ebből feszültséget csinálni. Milyen olyan színészekkel zenélni, akik nem tudnak? Bocsánat, siet. De hát ez egy megoldandó probléma. Anyában. Segít nekik valamit? Vagy... Bocsánat. Persze, nem lesz gond. Ja, és én még soha nem énekeltem azt. De most fogok. Persze, nem lesz gond. De ez egy nagyon-nagyon egyszerű kérdés, csak az előadásról szeretnék egy pár mondatot hallani. Lehagyja mába. Egy kérdésre tudod válaszolni nekem. Mit szól a plakátügyhöz? Nincs plakátügy. Milyen plakátügy? Sokat beszéltünk erről mostanában. Miért szerepel a plakáton? Nem is szerepel az előadásban. Nézze, én vagyok ennek az előadásnak a produkciós vezetője, és így döntöttem. A társat elfogadta, úgyhogy nincs plakát, úgy köszönöm. Ne viccelhet. Zsófi, persze, ne viccelj. Hát te is, ugyanúgy, hát ne viccelj, persze, nem lesz gond, persze.